van. Remélem hallja, de ha nincs itt van, akkor remélem át fogják adni neki. Viktor! Én nagyon régóta ismerlek téged. Gondoltál gyerekként futballoztál, velem együtt. Igaz, én sokkal idősebb voltam, de nagyon tiszteltelek, mert egy jó focista voltál. Ám ezen a pályán nem tudsz rendesen labdába rúgni, ez már egészen biztos. Ezt tudja az egész ország, aki megszabadult az is, és aki nem szabadult meg az is. Azt ígérted, hogy a magyar nép érdekeit fogod képviselni. Elbuktál ezen a játékon, idáig nem sikerült. Felszólítalak, hogy ha még van vér egy picikét a szívedbe, ami a magyarokért dobog, akkor tégy meg mindent annak érdekében, hogy ne szenvedjen tovább a magyar ember. Ne akarják elvenni a házunkat, a hazánkat, a földünket. Tudd meg, hogy te is velünk együtt kell, hogy harcolj ezért. Ha nem harcolsz, mondj le, hagyd fel ebben a játékkal. Tudd meg, hogy a magyar nép, aki körülbelül majdnem 300 ezer négyzetkilométer tekintett magáéval, most már az egyharmad részén kénytelen megvívni nemzetének utolsó harcát. Meg fogjuk védeni a vérünk árán is. Vagy veled, vagy békülünk. Isten áldjon téged és minden magyar hazafimat. Ki a Én csak nagyon röviden említenék hozzá Tibor barátomnak a mondandójához, hogy én nem kívánok Orbán Viktorral harcolni, ugyanis az a 3000 ember, aki a devizahitelezésbe belehalt, a szembe köpne engem. Úgyhogy inkább én azt mondom, hogy mondjon le, és fejezze be azt a magatartást, amit az országgal szembe tanúsít. Nincs ilyen miniszterelnökre szükség. Mondjon le! De én most nem a Viktorhoz szeretnék szólni. A Viktor, ha most ember lenne a talpán, ide jönne velünk szembe, kezet fogna mindannyiótokkal. Sőt, kezet csókolna mindannyiótoknak, hogy egy ilyen hatalmas feladatot, hogy feljöttünk a hegyre, idősek, betegek, gyerekek, feljöttünk a hegyre, hogy elmondjuk, hogy Magyarország bajban van. Azért jöttünk ide, hogy megmondjuk, hogy Magyarországon nincs jogállam akkor, ha a kúria nem tud egyértelmű döntést hozni valamiben, és holnap embereket végrehajtanak egy ugyanilyen ügyben. Ezt el kell itt mondanunk a hegyen, és ti feljöttetek egy nagyon komoly sportteljesítményt letudva, egy nagyon komoly lélektani teljesítményt letudva, és én azt mondtam lent, hogy büszke vagyok arra, hogy veletek harcolhatok. És most a könnyeim nem csak az izzadságtól folynak itt a szemüveg alatt, hanem azért is, mert meghatódtam, hogy ilyen emberek vannak Magyarországon, akik az egészségüket, a szabadságukat és bármit képesek feladni a céljukért. Csodálatosak vagytok, és most magatokat tapsoljátok meg! Óriási! Köszönjük a rendőröknek is, nekik pont ugyanakkor a teljesítmény volt ide följönni, mint nekünk. Köszönjük a vizet, köszönjük a szállítást, aki erre rá volt szorulva. Fiúk, lányok, együtt jöttünk ide fel, magyar emberek, azért, hogy elmondjuk a véleményünket. Nyilván mi most tovább szeretnénk menni, mert van még néhány méter a célunkig. Döntsük el, hogy mit teszünk. Én megígérem nektek, ha eltöröljük ezt a devizahitelt, és még életben is maradok, akkor bármelyikötökkel kiállok egy meccsre a legkeményebb akadálypályátokon. Lealázhattok, ha bírtok. Most pedig átadom a szót a Bélának, és meglátjuk, hogy mit fogunk most tenni. Úgyhogy annyit szeretnék, hogy a tájfosok jöjjenek előre, gázállarcolatok vannak jöjjenek előre, nekünk mi jogunk van itt maradni, itt tartózkodni, és tovább menni. Zene. Béla! Béla! Hello! Nekem se zavar! Nekem se kell zavar! Milyen van a
Hát akkor bajzusok előre! Ezzel az utcán ugyanúgy is végig fogvartunk! Szerintem is a gázállarcokat török embertársaink tiszteletére veszük föl, akiket még most is lőnek könnygázzal, gyerekeket, nőket, mecseteket lő, mecseteket lőhet az a törökországi államfő, úgyhogy nekünk még nincs ilyen rossz dolgunk, de tisztelegünk előttük. Köszönöm. Kérjük a rendőrséget, hogy itt most bennünket engedjenek át. Nem szeretnénk semmilyen problémát, békés szándékkal jöttünk, de szeretnénk közvetlenül a ház előtt demonstrálni, kifejezni a véleményünket, elmondani, hogy Orbán Viktor nyilvánítsa véleményt a mai kúria döntéssel kapcsolatban, és követelni akarjuk, hogy a kilakoltatásokat azonnal állítsák. Persze, hogy tudják magukat, van magyar állampolgárok, akinek a fizetését mi fedezzük, hogy álljanak félre az emberek útjából, és engedjenek át bennünket tisztességesen. Hajlandók erre? Amikor a kilakoltatás... Nem tudom átkozni vele. Amikor kilakoltatások vannak, akkor miért nem biztosítják a területet annak a kilakoltatottnak, annak a szerencsétlennek, hogy ne lakoltassa ki a végrehajtó? Akkor miért nem zárja a területet le a TEG? Lépjünk egy lépést előre! Megy a rendőr velünk, van! Magyar rendőr! Magyar rendőr! Magyar rendőr! Magyar rendőr!